Érdeklődve figyelik a Nyíregyházi Egyetem Gazdálkodástudományi Intézetének hallgatói a Magyar Nemzeti Bank támogatásával megvalósuló előadássorozatot. A COVID időszakkal egy nagyon gyors digitális transformáció ment végbe. A mesterséges intelligencia fejlődése és térhódítása pedig gyökeresen megváltoztatta a mindennapokat. Zettabájtos adatbázisok jönnek létre a digitális univerzumban. Ez lehetőséget biztosít az okos matematikusok által megért algoritmusok számára, úgynevezett mély tanulás, neurális hálók segítségével, megtanulni egy tanulóhalmaz segítségével egy problémának a feltárását és erre a megoldást. Tehát ez lenne a varázs, hogy hihetetlen adattömeg létrejött, és ez az elmúlt néhány év terméke, 2022 előtt ez rémálom lett volna, nem egészen két éve jelent meg a ChatGPT, tehát 2022 végén, ami robbanást okozott. Tehát a hétköznapi élet minden területén megjelent, a Nyíregyházi Egyetem hallgatóinak meg lett mutatva, hogy hogyan lehet irodalmazásra felhasználni ezt az eszközt, hogyan lehet szintetizáltatni egy általad nem ismert tevékenységet. Szoboszlai Mihály vezető közgazdasági szakértő előadásában az innováció vezérelt vállalkozásokról beszélt. Ezeket a 2009-2019-es időszakban azonosították, és a vállalkozásoknak egy olyan szűk csoportját alkotják, ahol a növekedés alapját az innováció adja. Azt kell tudni ezekről a vállalkozásokról, hogy amellett, hogy csak 1100-an működnek, hogy működtek ebben az időszakban Magyarországon, nemzetgazdasági hatásuk azok számottevő. A nemzetgazdasági beruházásoknak több mint 5%-át, a bruttó exportnak a 13%-át, és a GDP növekményének majdnem a negyedét ilyen vállalatok adták. És hát ugye, ha a nyíregyházi vonatkozás, vagy a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vonatkozás nézzük, akkor egyébként több mint 30 vállalkozás működik itt ilyen minőségben, és hát ugye azt szeretnénk, hogy minél több emelkedjen. Az egyetemeknek nagyon sajátos a fókusza, mivel egy ilyen innovációs központ, egy ilyen innovációs katalizátorok, a vállalkozásokkal együttműködve azt gondoljuk, hogy több ilyen vállalkozás emelhető Magyarországon, ami a későbbi 20-as évek, vagy a korai 30-as éveknek egy ilyen meghatározó növekedési motorja lehet. Angolszász világban nyugati egyetemeken már nem szentségtörés annak a felvetése, hogy az a hagyományos ismeretátadási rendszer, amit emberöltőkön keresztül használtunk, teljesen okafogyottá vált. A mesterséges intelligencia bár katalizátora lehet az innovatív működésnek és fejlődésnek, ugyanakkor hatékony és etikus alkalmazása kapcsán számos kéte is felmerül. Amikor hamis hírekkel tömjük a mesterséges intelligenciát, és végtelen ciklusba kerül, ez egy információs buborékot hoz létre, valaki kellene, hogy ezt validálja, de nem lesz rá eszköze, hiszen egy fekete dobozba a dolog be van csukva. Tehát rejtett előttünk a működési mechanizmus, így ha mondjuk bírósági ítéletet az ön médiából összeszedett, vagy internet összeszedett információ alapján hoznának, és sújtaná önt valami, nagyon nehéz lenne megmondani a vélelmezett adatokból, hogy ennek van-e bármilyen a mai 2024-es világ jogrendjébe illeszkedő relevanciája, vagy ez egy algoritmikus baleset. A konferencián a meghívott szakértők a mesterséges intelligencia mellett a vállalkozás és az innováció témáit is körbejárták. A megnyitón elhangzott, hogy a technológia eddig nem ismert lehetőségek körét teremti meg, ezért napjainkban egy teljesen új világgal kell szembenézni.